Bővült az infrastruktúránk egy műfüves pályával. Én nagyon örülök neki, gondolom, hogy nem csak én. Így van. A tavalyi évben a Bethlen Gábor alaphoz fordultunk néhányan avval a kéréssel, hogy mivel nagyon szükösek a gyermekeknek a testnevelési lehetőségei, és úgy tartanak, hogy ez nagyon fontos a gyerekek számára, tehát ezért oldjuk meg néhány műfős pálya építését. Akkor a kérésünk tehát meghallgatásra talált, és Grezsa István közreműködésével végül is két pályát teljesen, és egy harmadikat Ferelidben sikerült megépíteni. Nos, hát nemrégen húsvét nagypéntekén kerül sor a Guti műfüves pálya átadására, ma pedig ez volt a Túrulmadár avatási ünnepségén kívül Nagybégányban a másik örömteli esemény, hogy a Nagybégány is műfős pályához jutott. Természetes, hogy a környékbeli csapatokat ma is meghívtuk, tehát tudomásom szerint 9 csapat el is fogadta a meghívást és eljött. Tehát mivel még itt Kisbégányba, Zápszonyba, Kaszonyba sincsen hasonló pálya, ezért remélem, hogy nagyon sokan fognak idejárni és igénybe venni a műfős pálya adta lehetőségeket.